Köszöntöm a stúdióba Dávid Ferencet, közgazdászt, a VOSZ leköszönő főtitkárát, aki rendszeresen publikál a Népszavában, és legutóbb például egy olyan cikket jelentetett meg, hozzáteszem zárójelben, hogy nem is először, amelyben azt feszegeti, hogy a nők 40 lehetősége a nyugdíjba vonulásra, mármint hogy a nők 40 konstrukció keretében korábban tudnak elmenni a nők, az pont annyi embert vett ki a munkaerőpiacról, ahányan most hiányoznak, vagy legalábbis nagyjából annyi embert. Ergo el kéne törölni. Jó reggelt kívánok! Hát ebben az írásban, amit tetszett idézni, egyrészt arról írok, hogy szakmailag mennyire hibás döntésnek tartom munkaerőpiaci szempontból, és majd beszélünk költségvetési szempontból. A nők 40 konstrukciót, ami ugye most már 7. éve van Magyarországon. Igazából a cikk apropója az volt, hogy a Jobbiknak van egy olyan kezdeményezése, hogy ezt a nők 40 konstrukciót, amit pillanatnyilag ma 220 ezer nő vesz igénybe, erre mondtam azt, hogy körülbelül ennyi hiányzik a magyar munkaerőpiacról, itt tetrekész 57-60 éves hölgyekről van szó, akik elmentek nyugdíjba és jöttek ezzel a lehetőséggel. A Jobbik most kitalálta, nem először találták ki, ez úgy 2-3 évente mindig előjön, hogy ezt a konstrukciót szinte változtatás nélkül ültessük át a fiúkra, a férfiakra, hogy a férfiak is elmehessenek 40 év munkaviszony után, hát itt egy speciális ilyen szolgálati viszonyról van szó. Ezt ugye nem csak a Jobbik mondja, most éppen ők vették elő. Most ők vették elő 2015-ben, ezt már a szocialista párt és szakszervezetek is elővették. Akkor is ugyanez volt a véleményem. Igazából nagyon nagy újdonságokat nem írtam le ebbe a cikkbe, talán még egy kicsit cizelláltabban írtam le, ugyanis a 15-ös munkaerőpiaci helyzet azért nem összevethető a 18-as munkaerőpiaci helyzettel. Tehát 2018-ban most már épp a tegnapi napon jelent meg a KSH-nak adata, azt hiszem a mostani fél éves adataiban jelenik meg, hogy soha ilyen magas nem volt a bennem töltött állás helyek száma, 84 ezer volt, de ezek a meghirdetett álláshelyek, ennek a többszöröse az, ami valóban hiányzik. Most ilyen helyzetben, ha már van egy szerencsétlen konstrukció, aminek az alapvetően, ha nagyon egyszerűen kéne megfogalmaznom, a legnagyobb szerencsétlensége az, hogy tökéletesen szembe megy az egyébként korábban, hosszú évekkel ezelőtt elhatározott, már a Bajnai kormány idején elhatározott nyugdíjkorhatár emeléssel. Hát igen nehéz lesz elmagyarázni, hogy jövőre 64 év lesz az általános nyugdíjkorhatár férfiakra és nőkre, és közben meg van egy olyan réteg, amelyik 56-57-58 éves korában teljes jogú öregségi nyugdíjba elmegy, tehát az ólomos már 7 év, 8 éves lesz, azt ezért nehéz lesz megmagyarázni. Na jó, de ugye ezt a nők 40-et a Fidesz kormány azért találta ki, mert egyébként minden kiskaput bezárt. Tehát létrehozta Európa, vagy talán a világ legrugalmatlanabb nyugdíjrendszerét. Így van, ebben egyetértünk. És azt gondolta, hogy akkor gesztusként fölkínálja a nők 40-et. Most tetszett egy ilyen érdekes szót használni, a nyugdíj az nem gesztus kérdése. Egy kőkemény biztosítási alapon működő Magyarországon, szolgálati évekhez és munkaviszonyhoz kötött. Ráadásul, hogy itt elkezdték azt a rossz kommunikációt, és amelyet inkább kihagytam volna, hogy hát ugye hagyjuk a hölgyeket megfáradt munka után nagymamáskodni. Csak a nagymamák mehetnek el? Nem. Tehát teljesen a magyar nyugdíjrendszerrel szembe menő, és abban teljesen igaza van önnek, hogy ahelyett, hogy azon törte volna mindenki a fejét, hogy speciális élethelyzetekhez illeszkedve egy rugalmas nyugdíjrendszert vezessenek be, ami egyébként olyan lenne, hogy nem ösztönöz nyugdíjba menni, de hogyha olyan élethelyzet van, akár családi, akár munkahelyi, akár a közlekedés miatt, hogy valaki azt gondolja, hogy elmegy is nem 50-es éveivel kezdődően, de mondjuk most 64 lesz jövőre, hogyha azt mondjuk, hogy a mindenkori érvényes, ilyet be fog állni 65-re, akkor egyszerűbb lesz a játék, akkor hát, hogy azon belül mondjuk előtte 3 évvel lehet kérvényezni a nyugdíjba vonulás bizonyos szolgálati idő meglétével, viszont évente 5-6-7% ez döntés kérdése, degresszív megállapítás kerül, tehát kevesebbet fogsz kapni 5-6-7%-kal, akkor azt mindenki meg fogja gondolni, hogy elmegyek ugyan 3 évvel korábban nyugdíjra, mert be vagyok szorulva, de 15%-kal alacsonyabb lesz a megállapított nyugdíjam. Igen, hát ezt a bónusz-málusz rendszert, ezt nagyon sokan sokszor emlegették, hogy ezt kéne valamilyen módon megoldani, de amikor mondjuk például önnek lehetősége volt a VKF-ben, tehát a versenyszféra és a kormány állandó érdekegyeztető fórumán ezekről a kérdésekről vitázni. Szakszervezeti oldalról azt mondják, hogy nem nagyon
volt nyitott a munkaadói oldal sem arra, hogy ezt a rugalmas megoldást valamilyen szinten bevezessék. A munkaadói oldal lehet, hogy nem volt nyitott, de hát, hogy ez több szervezetből áll. Én az első pillanattól kezdve, amikor a nők 40-et bevezették, ezt egyébként még a Néhai Népszabadságban le tudja ellenőrizni, már akkor írtam erről, hogy egy nagyon rossz lépés. Az egy más kérdés, hogy nyilvánvalóan egyébként itt a munkaadói szövetségeken belül is, és ott a VOSZ-on belül is felmerült, hogy ezt ne nagyon hangsúlyozzam, hogy szakmaiak teljes meggyőzéssel mondom, hogy és a nyugdíj szakértők is ezt mondják, amit én mondok, én nem vagyok nyugdíj szakértő, én csak egy műveletlen közgazdász vagyok, hogy ez nagyon népszerűtlen. Tehát én, amikor hölgyeknek, vállalkozóknak előadást tartok, és sok a hölgy, akkor erre mindig fölteszem mind a két kezem a pofonok elhárítása miatt, de önmagában ezen vitatkozni, és akkor, ha azt is beleveszem a dologba, hogy igazából a nappali tagozaton végzett hölgyeknek nem veszik figyelembe az egyetemen töltött éveit, ami egy áttételes üzenet, hogy tehát ne tanulj, mert akkor hamarabb elmehetsz nyugdíjba, hát ezt mindenki köszöni szépen. A másik, hogy ezek a hölgyek, akik az egyetemet végeztek, azok feltehetően több nyugdíjjárulékot fizettek be az életük folyamán, mert képzettségük miatt magasabb pozíciót töltöttek be, tehát nem lehet arra hivatkozni, hogy kevesebb járulékot fizettek be, most itt már 6-7-8 éves különbségek lesznek. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem is tudnak hirtelen lépni valamit, mert visszavonni nem lehet, én nagyon-nagyon ellene vagyok a visszamenőleges jogalkotásnak, tehát nem lehet a rendszert most azoktól elvenni, akiknek ez van, hát és élvezzék. Nem is fogják. De volt azért Magyarországon visszamenőleges jogalkotás, tehát láttunk már ilyet, de hogy elkezdeni például fölfele sétálni, így van, elkezdeni fölfele sétálni, hogy a 40-ből legyen 41, a 41-ből 42, és majd szépen kivesz. Ez nem lenne számomra elfogadhatatlan, de a cikk a mostani, mire tetszett hivatkozni, az csak és kizárólag a jó Isten mentsen meg tőlük, hogy ezt a rossz konstrukciót meg átültessük a férfiakra is. Mert akkor ez a 220 ezer ember, aki hiányzik, ez rögtön 4-500 ezer lesz. Én most megnéztem a költségvetési kihatásait, amikor 2015-ben, tehát 3 évvel ezelőtt ez évi 180 milliárd volt, most már 260 milliárd. Igen, tehát évi 10-12%-os ütemben nő a nyugdíjkassa kiadása. Számoljuk-e tehát a fiúkra, akiknek magasabb a bérük? Hát igen, sajnos. Tehát magasabb lesz a nyugdíjuk. Tegyük hozzá, hogy sajnos. De azért, sajnos. Amikor a nyugdíjkasszára hivatkozik, akkor azért az emberben kérdőjelek jelennek meg, mert hogy ez a nyugdíjbiztosítási alap, vagy nyugdíjkassa, vagy nevezzük bárminek, ez már régen nem ugyanaz, mint néhány évvel ezelőtt, ugye, amióta gyakorlatilag adóvá változtatta át a kormány, azóta követhetetlen, hogy most éppen hol tart. Ugye az utóbbi hónapokban, lehet azt mondani években folyamatosan azt hallottuk, hogy több kerül bele a kasszába, mint amennyit egyébként elköltenek nyugdíjra, de nem marad benne a nyugdíj alapban ez az összeg, mert hát a költségvetés része egy sor. Ezt én nagyon sajnálom valóban, hogy ez megszűnt, mert miután a nyugdíj egy váromány, és egy, ha tetszik, egy biztosítás rendszerűen kellene működnie. De a dolog lényegét. De gyakorlatilag ezzel kihúzták és azzal a fogalommal, hogy adó, ezzel már még egy óriási, hogy mondjam, elvi és filozófiai hibát követtek el, vagy direkt csinálták, hogy ha járulékot fizetek, azzal nekem szemben elvárásaim lehetnek közvetlenül. Hogyha adóvá nevezem, akkor bárhova költhető. Na most ezt megtették. Ennek ellenére azt mondom, hogy alapvetően mégis nekünk úgy kell kezelnünk, mint az államháztartás elkülönített részét, ez egyben meg lehet nézni a nyugdíj alapkiadás és bevételi oldalát. Tehát ez létező fogalmak, csak az a baj, hogy mondjam, olyan kasszának kezdek, a benyúlok, kiveszek, teljesen önkényesen. Én nem sírom vissza a valamikor nyugdíjbiztosítási önkormányzatot, az valamikor a 90-es években volt, mert sokan nem emlékeznek rá, de alapvetően a befizetők ellenőrzési jogát azért nem ártana fenntartani. És arra azért akkor is vigyáznunk kell, még hogyha ilyen belenyúlkálós a rendszer is, hogy hosszú távon azért ezt a munkaadók és a munkavállalók befizetéséből kell táplálkozni, és miután Magyarországon felosztó, kirovó rendszer van, tehát ami beszednek, azt újból szétosztják, és mindig folyó finanszírozásból, ezért ez nem ártana felügyelni. Simonovics András néhány héttel ezelőtt közzétett egy tanulmányt, ami csak azt mutatja, hogy amit ön feszeget, az azért forrong itt Magyarországon és meg Európában is, ugye elég az orosz nyugdíjreformra utalni, vagy a lengyel cseh
lépésekre, hogy mindenütt azért el kell gondolkozni azon, hogy mi lesz a sorsa a nyugdíjrendszernek, és Simonovics András például olyanokat mondott, hogy ugye vissza kéne hozni a svájci indexálást, amikor nem csak az inflációt követi a nyugdíjak emelkedése, hanem az előző évi nettó béremelkedés felét, vagy valami ilyesmit vettek ugye számításba. Ezen lehet variálni, hogy milyen arányok legyenek, de hogy a mostani rendszer biztos, hogy csak azt eredményezi, hogy a nők 40-nel, vagy akár simán nyugdíjba ment embereknek a nyugdíjának az értéke folyamatosan csökken, az biztos. Ugye erre is vannak statisztikák, hogy a friss nyugdíjasok nyugdíja mennyivel sokkal magasabb, mint akár azoké, akik 2-3 évvel korábban mentek nyugdíjba, mert hogy közben egy iszonyatos bérkiáramlás indult meg. Szóval az, hogy ezt újra kell gondolni, az teljesen egyértelmű, de mondjuk ha a nő 40-ből visszalépünk, akkor mit kéne még mellé tenni ahhoz, hogy egy igazságosabb nyugdíjrendszer legyen? Ha még engem csak annyi privát megjegyzést tennék, mint a Simonovics Andrásra hivatkozott, akit gyerekkorom óta ismerek, mert egy iskolába jártam, csak egy kicsit följebb, és azóta is aztán az élet úgy hozta, hogy rengeteget konzultálunk ezekről a dolgokról. Tehát hát én ő a egyik legismertebb nyugdíjszakértő Magyarországon. Másokat is, mert például Barát Gábor urat, aki hosszú ideig a nyugdíjfogyasztási főigazgatója volt, vele is szoktam mindig konzultálni. Ők ugyanis ellentétben velem igazi szakértői, és matematikai és jogi alapon közelítik meg a kérdést. Én azt gondolom, és nem térnék ki, a néhány megállapítására csak pillanatokat reflektálok. Az egészen biztos, hogy most elképesztő módon, főleg az átlagkeresetnek 10% feletti növekedésével, itt 2-3 éven belül szakadékok keletkeznek a nyugdíj és az aktív keresők között. Tehát lemaradnak a nyugdíjasok tömegével az átlagkereset növekedés miatt. Ez nyilvánvalóan társadalmi igazságtalanságokat fog hozni, és hogyha egy picit fölpörög az infláció, abban a pillanatban a nyugdíjasok még nagyobb vesztesek lesznek. A másik, amit Simonovics András, és én is mindig szoktam feszegetni, soha nem egy elemhez nyúlunk. Tehát ön is most kiemelte a teljesen helyesen ugye a cikk kapcsán a nők 40-et, utána hozzányúlunk az indexáláshoz. Itt az egész rendszert kellene újra gondolni. Itt ugye el kellene gondolkodni a nyugdíjminimum kérdésről, hogy ez meddig tartható, hogy 28.500 forint. Én nem vagyok szociális intézmény, de azért ez nyilvánvaló dolog, hogy 20 év szolgálati viszonnyal körülbelül ide jutni teljes, és ugye ennek mi van kevesebb is, mert vannak résznyugdíjak is. Tehát ez nyilvánvalóan hosszú távon nem tartható, főleg ebből sokan lesznek. Nyilvánvalóan el kell gondolkodni hosszú távon az állampolgári nyugdíj kérdéséről. Egészen biztos, hogy el kell gondolkodni. Én tudom, hogy ez most ördögtől fog hallgatni, de akkor is el kell gondolkodni, hogy nem is a magánnyugdíjrendszernek a visszaállítására, hanem valamiféleképpen egy olyan tőkefedezeti nyugdíj, ami az önkéntes kisegítő nyugdíjpénztárakhoz hasonló, azzal a különbséggel, hogy ezt teljes rendszerbe kéne foglalni. Tehát, hogy egy három pilláru, ha létrejön Magyarországon, azon elgondolkodni hosszú távon, még egyszer, hogy nem egy-két évek, ez a borzasztó az egészben, amitől én mindig fejlővést kapok, hogy azt mondjuk, hogy ez olyan egy-két éven belül változtathatjuk itt. 20-30 éves rendszereket kellene kidolgozni. Azt ajánlanám mindenkinek, hogy körülbelül a dán nyugdíjrendszert, nyilván nem az összegekre gondolok, sajnos nem gondolhatok, de hogy minél több lépcsősebb, minél cizelláltabb, minél rugalmasabb, de nyilvánvalóan a kassa egyensúlyát fölrúgni sosem lehet. De a munkaadói oldalnak erre van egy ilyen kidolgozott csomagja, amit le tud tenni a kormány asztalára? Én azt gondolom, hogy a munkaadói oldalnak, ezt általában szoktam mondani, és most nehogy visszautasításnak vegye, a szociális partnerek azok nem anyagkészítők, hanem zsűrik. Én azt gondolom, hogy a magyar államapparátus, ami kellően föl van duzzasztva, hogy irányt mutathatnak, hogy milyen irányba, de ennek az egész koncepciónak a kidolgozását ez szakértői feladat. Oda kell vinni a társadalmi partnerek elé, és meg kell vitatni velük, hogy ez egy magyar nyugdíjrásul nem csak gazdasági kérdés. Bocsánat, hogy közben, de hát ugye azt el kell érni, mert mindjárt már régen lejártam is soriben, de hát azt mégiscsak a szociális partnereknek, tehát a munkavállalói oldalnak kellene elérni, hogy a kormány hajlandó legyen egyáltalán ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert eddig odáig sikerült eljutni ehelyett, hogy munkahelyi egészségmegőrző programokat vagy programot dolgoztak ki, ami messze nem ugyanaz, de a kormány nem volt hajlandó
ezzel a kérdéssel nyugdíjat kell foglalkozni. Azt mondanám, hogy még szomorúbb, hogy még volt ugye a kafetéria rendszerben kedvezményezése, az öngondoskodás, amíg azt is kisöpörték. De nem tud mit tenni a vállalkozó oldal és a munkavállalói oldal. Hát hogyha a kormány nem akarja működtetni, vagy csak takaréklángon akarja működtetni az érdekegyeztetés rendszerét, akkor most egy vállalkozói szövetség, hagyj beszéljek csak a mi oldalunkról, még csak sztrájkolni se tudna, de elég nevetséges lenne a vállalkozók sztrájkolnál. De nincsenek olyan eszközök a kezünkben, amivel ki lehetne kényszeríteni azt, hogy ez a kérdés, és még egyszer mondom, ez egy rendkívül fontos kérdés, ez, és ha még talán egy mondatot megenged, én azért is tartom rendkívül fontosnak kérdésnek, mert itt van egyrészt egy demográfiai probléma, ami a nyugdíjrendszert agyon csaphatja, már ha itt van, a másik az elvándorlás kérdése, és látjuk azt, hogy az egész munkaerőpiaci helyzetet most, hogy a kormány nagyon erőlköd be, de úgy akarja megoldani, hogy most már a kismamák is szövetkeznek, meg a nyugdíjasok is szövetkeznek, hát ugye a magyar munkaerőpiac alapvető feszültségeit, én nem gondolom, hogy 65 felettiekkel, meg a 3 év alatt egy gyermekes anyukákkal kellene megoldani. Tehát én azt hiszem, hogy nem, ha nem tudjuk kikényszeríteni, már pedig úgy néz ki, hogy nem tudjuk kikényszeríteni, hogy ez egy állandó téma legyen, és még nagyon szeretném hangsúlyozni szakmai megközelítésből. Az a baj, hogy nagyon lejárt a műsoridőnk, pedig ezt még nagyon szeretném folytatni, úgyhogy akár visszavárjuk, akár úgy is, hogy másokkal próbálunk kormány oldalról is partnereket találni egy ilyen beszélgetéshez. Dávid Ferencnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és a most következő percekben Runda Margittal láthatnak majd egy beszélgetést, amit Brajer Péter készített, mert hogy itt a Veselényi utcában van egy erőműfház nevű kulturális központ, úgyhogy ennek az őszi programjait veszük most sorra.